Menaságra repülj címmel vetítettek csíkmenasági székelyekről szóló dokumentumfilmet a Fonyódi Kulturális Központban. Simon Mária Veronika és Tóth Márta festőművészek mester és tanítványának kiállítása nyílt meg a Feng Shui Galériában. Csütörtökig még látogatható a Fonyódi Lions Club által minden évben megszervezésre kerülő filléres börze. Kristóf Györgynével beszélgettünk a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyén elért fonyódi sikerekről és a városüzemeltetés évvégi munkálatairól. Advent első vasárnapján a dísztéren az idei évben is vásári forgataggal, forralt borozással, közös ünnepléssel vette kezdetét a karácsonyi időszak. Menaságra repülj címmel vetítettek dokumentumfilmet a Fonyódi Kulturális Központban. A filmvetítést megelőzte egy előadás, ahol a rendező Faragó Anna Mária tolmácsolásában tudhattunk meg sok mindent anyanyelvünk szerepéről. Ott ülnek a gyerekek a kis sarnén, a tanárnő meg ott az eperfa alatt a hűvösben tanítja őket. És azt kérdezte a gyerekektől, a mellékneveket szerette volna nekik megtanítani, és azt kérdezte a gyerekektől, hogy milyen a jó ember. Mondjanak tulajdonságokat, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek azzá teszik az embert, hogy azt mondhassuk rá, hogy ő egy jó ember. És elgondolkodtak a gyerekek, hogy a Magyarországon erre jönnek a standard válaszok, hogy jó szívű, kedves, segítőkész, egyebek, ezt már tudjuk. De ott nem ez történt. Elgondolkodtak a gyerekek, fölállt egy kislány, megkereste a tanárnő tekintetét, és a következőt válaszolta. Amikor te idejöttél hozzánk, én belenéztem a szemedbe, megzendült a szívem, és tudtam, te jó ember vagy. Mi vezérli az embert arra, hogy egy bizonyos témát dokumentum filmen keresztül feldolgozzon? Tehát hogyan az ihlet? Hát nekem egyrészt ez az egyik legkedvesebb témám, bár nagyon sokféle dokumentumfilmet forgattam már életemben, filmsorozatot is a Magyar Televíziónak, Duna TV-nek különböző filmeket, de úgy kerültem a csángókkal, székelyekkel kapcsolatban, hogy a Nemzeti Kamara Színház igazgatója azt kérdezte tőlem 2009-ben, hogy volna-e kedvem filmet készíteni az ő turnéjukról, hát turné idézőjelben az elszakított országrészek magyarjait járják, Pajtában, különböző művelődési házakban, de néha szabadban adtak elő, s vitték a magyar kultúrát, és én azt mondtam, hogy természetesen igen, volna, csak ugye hát azt a tévések, filmesek tudják, hogy mindig a pénz az, ami ugye megnehezíti az embernek a dolgát, de a jó ügyekhez a Jóisten meg az angyalaink oda teszik a megoldást, és két hét múlva megvolt a rávaló, így elindultunk Csángóföldre. Először a gyimesi, aztán a moldvai csángókhoz mentünk. A moldvai csángók azok a székelyek, akik elcsángáltak még a madéfalvi veszedelem előtt, tehát az 1200-as évek tájékán mentek a Kárpátok keleti vonulatába, a moldvai hát részre, és ők ott élnek. Oda ment egy tanárnő Egerből, hogy a gyerekeknek a magyar kultúrát tanítsa, mert ugye ők délelőttönként a román oktatásban kénytelenek tanulni, így aztán románul hát írnak, olvasnak, beszélik ezt az 1200-as évek nyelvjárását, a csángó magyar nyelvet, de hát ugye a nyelvújításból ők kimaradtak. Azt kérdezte a tanárnő a gyerekektől, hogy miért mondják ők azt, hogy bárhová veti őket az élet, ők ebbe a faluba, magyar faluba, ahol egyébként hát elég nagy szegénység van a mi szemünkkel, mindig-mindig vissza fognak jönni, bárhová is veti őket az élet. És akkor felállt egy kislány, és a kérdésre válaszolva a következőt mondta. Azért jövünk mi ide, mindig vissza, bárhová megyünk, főiskolára, egyetemre, a világba, mert szívünk van hezzája. Szívük van a faluhoz. Mi azért vagyunk magyarok, mert ehhez a gyönyörűséges Kárpát-medencéhez, ahová Jóisten teremtett minket, ebbe a gyönyörű ősnyelvbe, mely a világ ősnyelve, a rovás kultúránk, azért jövünk vissza, mert itt van dolgunk, és a dolgunkat az életünkben itt kell elvégezni. Hát az ugye az időjárás befolyásolja, hogy a szülőnám terem meg. Már zord nálunk, hogy így mondjuk mű. Sokan nem értik, hogy miért van az, hogy 3 hónap nem meleg, s a többi mint hideg. Mert ugye 3 hónap azért mondjuk nem meleg. Jó meleg van egész nap, lesz egy eső, utána meg annyira lehűvösödik az idő, hogy tüzet kell ugye tegyünk még a hálószobába, és mert fázunk.
A csíkmenosági székelyek egy nagyon különleges nép. Mindenki ismeri ugye a népdalt, ez is a film címe, Repülj madár, repülj, ménosságra repülj, édes galambomnak gyenge vállára ülj, menosságra repülj. A film címe, és én úgy kerültem oda, hogy azt mondta nekem valaki, hogy hát abba a faluba feltétlenül el kell menni, miután látta a Csángó Zsoltár című filmemet, mert ott, amit én találok, az nekem nagyon fog tetszeni. Olyan magyarság tudatot, olyan szeretetet a magyarságuk, a szülőföldjük iránt, legyen az hát ország szerint Románia, amilyet nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen talál az ember. Találtam a hagyományokat, de nem ezért mentem oda. Tehát engem nem elsősorban a kenyérsütés, a kézműves, az is nagyon fontos, de a székely lélek érdekel. És a székely léleknek az a humora, amit ugye ismerünk a székely viccekből, de az a drámája, amit magyarokként ezen a hát egyébként román feliratú területen, bár azt mondja az egyik székelyen, mert ilyen humoruk van a filmben, hogy amikor Erdélyhez csatolták Romániát, és akkor folytatja a mondatát, hogy az hogy is történt, nagyon jól hangzik, tehát ők ezt is tudják így látni, de ott vannak a könnyeik, a fájdalmaik, a drámájuk, a humor mellett, de soha nem fognak onnan eljönni. Az a történetnek a lényege, magamkorú székely bácsi a gyerekivelnek azt mondja, hogy menjünk el madárvadászatra. Na, édesapám, mit csináljak? Azt mondja, egyszer vedd elé a láncot, a puskát, és hozd elé a kicsi kutyát. Elindultak az erdőre, ez nem, ez megtörtént dolog, ezt nem kell ezen kocogni, mert ez tényleg így volt. Mennek, és azt mondja a gyermek, de édesapám, figyeljen ide, minek hozzuk a láncot, csak kicsi kutyát? Hát egyszer ott van a puska, és azt mondja, fiam, hát ez úgy van, a medvefény van a fán. Én félmélyek, lerázom, medve lásik, kicsi kutya megfogja a medvének a tökét, te láncol gyorsan az én megkötöd, gyermek gondolkodik, kérnek az erdőbe, és de édesapám, nekem mondja meg, akkor miért hozzuk a puskát? Hát fiam azt mondja, netán. Én esek le a fáról, te gyorsan lelövöd a kicsi kutyát. Nagy tanulság, azt gondolom mindenkinek, mindegyik film, mert mindig megkérdezem, hogy eljönnének-e Magyarországra. A Csángóktól is megkérdeztem, a székelyektől is. Ugye azzal riogatták a december 5-i népszavazáson résztvevő magyarokat, hogy majd 20 millió román fog ide. Soha nem fognak idejönni. Soha nem fogják se a földjüket, se a családjukat, se a rokonaikat otthagyni. A Csángó Zsoltár című filmben azt kérdezem az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum egyik diákjától, kamaszokról van szó, 16-17 évesekről, és azt kérdezem tőle, hogy eljönne Magyarországra, hiszen most már van útlevele, ugye nyitva van a határ, jöhetne ide. Kérdezi a fiú, hogy élni? Mondom, igen, nem, élni nem. Eljönnék, mondja, tanulni Magyarországra, de élni soha. És kérdezem, hogy miért? Hiszen hát ott innen nézve talán egy kicsit könnyebb az élet. Hát mondta, hogy nagy szégyen lenne én rám nézve, ha itt hagynám a népemet. Én ekkor sírtam, ugyanígy fogtam a mikrofont, ahogy most ön, és az ember nem tudja egyszerűen visszatartani a könnyeit, mert hogy attól a szépségtől, tisztaságtól, a lelki tisztaságtól tényleg elérzékenyül az ember, és tényleg nem könnyű ezeket az embereket megszólítani, de ezek az érzések olyan szépen és tisztán jönnek belőlük, ahogy azt Magyarországon már nagyon sokan nagyon elnyomták az ő lelkükben. Nagyon fontos. Tényleg úgy fogadják ott az ember csíkmenoságban, mintha mondják is, hogy úgy éreznek, amikor oda mennek az úgynevezett anyaországi magyarok. Azért mondom, hogy úgynevezett, hogy milyen édesanya az, aki több mint 40 évig nem törődik a gyerekével. Tehát amikor oda mennek az anyaországi magyarok, akkor a testvérükként fogadják őket, és mi is ezt érezzük, amikor ott vagyunk. Nagyon fontos, nagyon fontos. A nyelvi identitás, és hát minden, de ugye a székely öntudat az azért oktat bennünket, amikor oda megyünk. Tehát ugye azt is meg kellett nekem is tapasztalnom, hogy hát ugye az asszony nem ember. És egy kis fenntartásokkal néztek én rám úgy az elején, férfiakkal dolgozom, férfi az operatőr, a gépkocsi vezető, a világosító, a hangmérnök, ha van. Tehát, és meg parancsol is. És nem parancsol az ember, de hát nyilván az eligazítás mindig reggelinél történik.
És Köne Ambruséknál laktunk, Csíkmenaságban, és hát éreztem, hogy van valami fenntartás, bár a szeretetüket úgy éreztem, hogy elnyerem, de mégis van. Nem értettem, mi ez. És aztán a vendéglátónk a gépkocsi vezetőhöz kiment úgy két nap után az udvar végébe, aki ott dohányzott, és azt kérdezte tőle, hogy látván, hogy a reggelinél ugye elmondom az aznapi forgatást, a milyen statívot vigyünk, a milyen kamerát, a milyen beállás lesz. És azt kérdezte tőle, hogy végighallgatván reggelinél hát ezt az egyfajta eligazítást, hogy nálatok az asszony az ember? Hát mondta a gépkocsi vezető, igen, hát itt mindig a rendező, főleg ha ő a producer, a hajón az úr. Visszament a székely a házába, két nap után megint kiment a gépkocsi vezetőhez, és megkérdezte, hogy ember, nem lett volna? Mert ugye rontottam egy kicsit a székely férfiaknak a vezetői hát kiváltságán. De azt gondolom, hogy ugyanettől az embertől kaptam a legnagyobb elismerést, amikor az Uránia moziba a filmvetítés után odajött hozzám, megsimogatta a karomat, és azt mondta nekem, hogy itt az asszony a főnök. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és egy olyan rendkívüli kiállítás lesz ma, hogy ő maga se tudta, hogy Guinness rekorder. A Simon Veronika. 800 kiállítása volt eddig, és volt olyan év, hogy 40. Tehát én még ilyennel nem találkoztam. Ő is meglepődött, hogy Guinness rekorder lett. Úgyhogy gratulálunk hozzá, és nagyon örülök, hogy itt kiállítunk. Nagyon örülnek a tanítványaim, mert olyan népszerű, olyan sok helyen tart kurzusokat, és olyan sok oldalú festőművész, hogy nem találkoztam még ilyennel, hogy ennyi technikával és ennyi mindent csinál. És hogy milyen kedves tőletek, hogy a tanítványod Tóth Márti is itt van, tehát hogy a tanár tanítványával rendez kiállítást, úgyhogy ennek külön nagyon örülünk. És hogy ilyen férjed van, mint a Enyedi Béla. Nagyobb tapsot kaptam, mint ő. Aki bemutatja Veronikát, tehát nem én, hanem a Béla, és közben gitározni fog, énekelni saját szerzeményeit, és legvégén, amikor itt a kiállítás megnyitó megtörtént, akkor meg szeretettel köszöntjük nem utolsó sorban Németh Gábort, aki harmonika művész, és ad nekünk egy olyan negyedórás koncertet. Rendhagyó kiállítás megnyitón vehettek részt mindazok, akik november 30-án a Feng Shui galériába látogattak. Mester és tanítványa hozták el alkotásaikat, hogy a fonyódi közönség is gyönyörködhessen bennük. A nagy sikerű fonyódi festőtanoda után most itt a Feng Shui galériában is kiállít. Milyen érzéssel tölti el ez? Nagyon örülök, hogy itt lehetek. A kiállítást maga az úgy jött létre, hogy a tanítványom, Tóth Márti, akivel most együtt állítunk ki, pontosan azon a napon, amikor mi tartottuk az örömfestést, akkor jött át ide, és beszélt a Szöszivel, hogy milyen lehetőségek vannak. Úgyhogy ez a kettő nagyon egybefügg, nagyon jó érzés itt lenni. A tömérdek munkája közül itt most mekkora hányada látszik, mekkora hányadat lehet megtekinteni fonyódon? 20%-ba? 0,5%? Hát az a helyzet, hogy én 20 sorozatot építek, tehát 20-szor jönnék ide-vissza úgy, hogy két termet be tudnék rendezni, és sohasem hoznám ugyanazt a képet. Ez a úgynevezett élő kiállítás anyagom. De hát természetesen vannak olyan anyagok is, amelyek különböző helyeken állandó kiállításként szerepelnek. Például ide legközelebb például Szöllősgyörökön van, de van 17 olyan kiállító terem az országban, ahol állandóan az én festményeim díszítik a falakat, tehát mivel itt csak 11 képen van, és ugye vannak ilyen picike képek, amiket elviszek a megnyitó után, ezért ez a 11 kép, ezt nyugodtan mondhatom, még 0,5%-ot tesz talán ki. Ebbe az icipici tárlatba milyen témájú festmények fértek bele? Hoztam körülbelül 20 képet, és megengedtem Szöszének, hogy ő válasszon belőle, tehát az itt kiállított képek tulajdonképpen az ő ízlését tükrözik.
Általában tájképek és csendéletek vannak, a portrékat kizsűrizte, mert azt mondta, hogy a hölgyet egymaga ábrázoltam, és a feng shui elfhez nem jók ezek az egyedülálló embereknek az ábrázolása. Úgyhogy tájképek, csendéletek, ez teljesen fotorealista formától kezdve egészen a modern alkotásig, azok vannak ebben a 11 alkotásban. A tanítványa mindösszesen 3 éve kezdett önnél festeni, tanulni, azóta számos iskolába is járt, illetve elismerésben részesült. Mi a véleménye az ő mostani művészetéről? Én nagyon drukkolok Mártinak is, és minden egyes tanítványomnak, mert az ő sikerük az én sikerem is, és folyamatosan segítem őket, mind kiállításokkal, mind tovább tanulási lehetőségekkel, sőt, abban is segítem őket, hogyha van ilyen irányú elképzeléseik, akkor megtanítom őket, hogy hogyan kell tanítani a festészetet, tehát egészen a mesterszakig. Ott vagyok mellettük, segítem és támogatom őket, és Mártikával ugyanez a helyzet. Nagyon tehetségesnek tartom, és azon kívül az embersége is nagyon megragadott engem. A kezdetektől fogva nagyon jó a kapcsolatunk, többször megyünk el külföldre együtt tanulni, és mindenbe segítjük és támogatjuk egymást. Igazából ez már nem is mester és tanítványa, hanem inkább egy művészbarátság. Most azt érzem időszerűnek, hogy ezt olvassam föl önöknek. Ugye a 800. előtt a 800. előtti cikk, ez meg a 800. utáni cikk, és akkor nem Veronikáról beszélek, hanem beszéljen a Fejévári Média Centernek a cikke, ami körülbelül annyi, mint egy megnyitó beszéd. Magyar rekorddel lett ismét a fejévári festőművésznő. Minden valószínűség szerint bekerül a Guinness rekordok könyvébe a fejévári Simonen Veronika. A festőművésznő több éve magyar rekordernek mondhatja magát 600 önálló kiállításával, hamarosan pedig a világ legnagyobb rekordgyűjteményében is olvashatjuk a nevét, mivel már 800 tálatra sikerült megrendeznie, ami eddig még senkinek sem sikerült a világon. Simonen Veronika 92 óta foglalkozik komolyabban a festészettel, Bújdosó Dénesnél, egy holland mesternél ragadott először ecsetet, a Derkovics körben Fehérváron, ezt követően Budapesten, a Zilahi stúdióban folytatta tanulmányait. Jelenleg Salzburgban, Goldeggen és a Steiermarki Akadémiákon tanulmányozza a legújabb festészeti módszereket. Munkásságát az elmúlt években számos díjjal ismerték el, eddig több mint 50 kitüntetést kapott hazánkból, a Felvidékről, a Vajdaságból és Erdélyből. Férje, Enyedi Béla mutatta be Simon Mária Veronika festőművésznőt, majd közös énekkel tették még meghittebbé a megnyitó hangulatát. Dedik János, hadd maradjak még e földön. Hadd maradjak még e földön, engedd meg Istenem. Jó példával, szent igével tölteni életem. Maradjak még e földön, segítek Jézus neked. Sok-sok öröm érne ezzel, csordultig lennék veled. Hadd maradjak még e földön, engedd meg Istenem. Szolgálatod örömei, még e földön, engedd meg Istenem, szolgálatod örömei, add meg nekem. Hadd maradjak még e földön, adja meg lelked nekem, hogy dicsérni tudjam a tőled kapott boldog életem. Még e földön a Szentlélek legyen velem, Krisztusunkhoz elmondhassak imákat, Uram, neked. Hadd maradjak még e földön, engedd meg Istenem, szóval
közös tárlat megnyitóján mestere mutatta be tanítványát a közönség számára. Először is szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk ebben a csodálatos galériában, hogy lehetőséget kaptunk, és rögtön egyúttal a második köszönet Mártikának szól, hiszen ő vette fel a kapcsolatot, és ő volt az, aki úgy döntött, hogy engem is meghív, és legyen együtt a kiállításunk, és ezért én őről szeretnék most beszélni. A Béla úgy körülbelül egy pár helyen már említette az ő tevékenységét, én is inkább egy kicsit ismétlem és kiegészítem. Ami számomra nagyon fontos, hogy én 2000 óta tanítok. Ugye most van 2018, mindjárt 2019 lesz, és az elmúlt 18-19 év alatt még sohasem volt olyan, hogy valaki 2 év alatt eljutott a tanodában egy olyan fokozatra, amikor a tanodában speciál metód verzión festőmestere címre jelentkezhet, és leteszi a vizsgákat, és sikeresen leteszi. Hát Mártika volt eddig az egyetlen. A tanítójával, Simon Mária Veronikával állítanak ki most itt a Feng Shui Galériában. Milyen érzés ez ennek? Veronikával kiállítani mindig fantasztikus érzés. Olyan szépeket mond rólam a megnyitón, hogy már ezért érdemes vele együtt kiállítani. Nagyon-nagyon tisztelem Veronika munkásságát, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon sokat tanultam tőle, és megszerettette velem a festészetet. Az ő oktatása, vagy a ráépülő iskolai tanulmányok hozták meg azt az eredményt, amivel most alkot? Mindenképpen kellett hozzá az ő munkássága, és nekem nagyon inspiráló volt az az első találkozásunk során, gyakorlatilag már az első beszélgetésünk során, hogy Veronikánál van jövőkép. Tehát van egy vége a tanfolyamoknak, van egy úgynevezett mestervizsga, amivel végződnek a tanfolyamok, tehát nem csak céltalanul festegetünk, meg tanulgatunk, ami egyébként nagyon jó dolog, de hogy van valami cél, amifelé el tudsz indulni, és haladni tudsz. Milyen témájú, milyen technikájú festményekkel érkezett ide? Most akvarelképeket hoztam. Veronikánál 30 féle technikát tanulunk meg a tanfolyamain. Egyik jobb, mint a másik. Nagyon nehéz válogatni közülük. Viszont most sikerült egy ilyen akvarel kiállításra való anyagot összeraknom, és úgy gondoltam, hogy most nem hozom el a sokféle technikáimat, hanem csak és kizárólag az akvarelt. Mi a következő közös projekt, amin dolgoznak? Következő közös projektünk az mindenképpen egy jövő júniusi festőtábor, amit Siófokon szándékozunk elindítani. Aztán pont ma beszélgettünk, mivel hogy a délutánunk szabad volt, ma beszélgettünk arról, hogy a jövő szeptemberi vagy tengerpart, vagy egy Toszkána, vagy valami hasonló külföldi kurzust összerakunk, és hát ő adja ugye a szakmai részét, a festészetet, én meg a többit, amit hozzá kell tenni, hogy egy csoport együtt el tudjon indulni külföldre. A rendkívüli kiállítás megnyitó örömteli hangulattal, sok nevetéssel és beszélgetéssel átitatva bensőséges hangulatot teremtett az alkotások megtekintéséhez. Német Gábor tangóharmonika koncertjével zárult a kiállítás megnyitó. Most váltsunk karaktert, és látogassunk el Dél-Amerikába. Nagyon sűrű közegbe. Egy olyan ember, aki, hogyha harmonikáról van szó, akkor nem maradhat ki a karakterdarabok közül. Piazzolla. El Libertango. Thank you.
December 1-én vette kezdetét a többnapos filléres börze, amely már évek óta nagy érdeklődésnek örvend a fonyódiak és a környékbeliek körében egyaránt. Mi zajlik a héten itt Fonyódon? Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. A Volt Pátria nevezetű helyiségben vagyunk. Hál' Istennek megkaptuk térítésmentesen a Tungsram üdülő helyet, mivel azt sajnos lebontották, de úgy látszik, hogy a turkálni vágyok, maradjunk ennél a szónál, igaz, hogy bőrzének nevezzük, de maradjunk a turkálónál. Nagyon jó helyre kerültünk, nagyon jó helyünk van, nagy terület is átlátható. Ezt az anyagot, amit itt látnak, ez egy adomány, amit a Wolfhageni testvérklubunktól kapunk minden évben, és nagy hálával tartozunk nekik, mert az egyik nagy bevételi forrása a klubnak ez. Tudnilik, két ilyen projektünk van, a Lions Ball és maga ez a úgynevezett bőrze, amiből támogatást tudunk adni erre rászoruló igazából gyerekeknek, mert ez a fő vállalásunk, hogy a gyerekeket támogassuk. Nagyon szép számmal vesznek most is részt ezen a turkáláson. Elég jónak néz ki, hogy most is a bevételünk jól fog alakulni. 40 köbméternyi anyagot kaptunk, ebbe vegyesen van játéktól, háztartási cikkig, férfi-női ruha, kabátok, cipő, játék, tehát minden, ami egy ajándékozáshoz is talán megfelelne. Vannak vadonítójak, meg azért, ha az ember egy kis kedvességgel, vagy jön a karácsony, meg tudja ajándékozni ismerőseit is, mert nem olyan, ami olyan állapotú, azt mi mindjárt rögtön a kukába rakjuk, tehát csak olyan kerül ki, ami elvihető. 500 forintért adjuk kilóját, tehát ez ebbe beletartozik, ha fazekat vesz és cipőt vesz, az is 500 forint kilója. Bőröndünk van elég sok, nagyon sok gyerekruhánk van az idén, ez már nagyon rég nem volt ennyi gyerek holmi. Igaz, hogy a gyerekek nagy része az inkább ilyen nagyon kicsi, majdnem, hogy bébinek mondhatnám, de a kamaszoknak is már találnak a felnőtt ruhák között. És mindenkit azért arra biztatunk, nem csak azért, hogy bennünket támogat, hanem nagyon jó minőségű ruhával ruházza föl a családot, és ez már hosszú évek óta,
Hát én 20 éve vagyok a klubnak a tagja, de már megelőzőleg is megindult ez a dolog. Úgyhogy azóta minden évben megrendezzük. Nagy sikere van már. Mindig január vagy november elején szokott lenni, és már a múlt héten égtek a telefonjaim, hogy mikor telefonom, hogy mikor lesz már a turkáló, mert körülbelül ebben az időszakban van, és mindenki már várja a környékbe, úgyhogy mivel regionálisak vagyunk, tehát azt jelenti, hogy körülbelül a Fonyódi járás területére vihetnénk. Na most a maradékot azt igazából nagy részét Karát szokta elvinni, meg Kisberény. Na most megint keresünk majd rá önkormányzatot, aki ezt elvinni a maradékot. Hétfőn a nyitvatartásunk az úgy lesz, hogy ugye mi már mondtam, hogy vasárnap 8-tól 12-ig, de hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön délután 4-től 6-ig, hogy aki dolgozik, még el tudjon jönni. Hétfőn délután 4-től 6-ig a városüzemeltetésnél lévő közmunkásokat hívtuk meg térítésmentes válogatásra, mindenki annyit, amennyit úgy gondolja, hogy a családjának szüksége van rá, elviheti. És ha környékből jelentkeznek, ugyanígy a közmunkásokat szívesen látjuk, és elvihetik, ami a családnak szükséglete. Kedves fonyódiaknak, mindenkinek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, nagyon szép 2019-es évet, és jó egészséget kívánunk mindenkinek, mert ez egy nagy dolog. A Fonyódi Lions Club a filléres bőrzével csütörtökig várja az adakozó lelkű vásárlóit, délután 16 és 18 óra között a volt Pátria üzlethelyiségében. Köszöntelek a stúdiónkban. Beköszöntötte december, mindenki összegez így év végén. Számos elismerést kapott a városüzemeltetés, amellyel Fonyód hírnevét is öregbítettétek. Milyen elismeréseket zsebelt be Fonyód, a városüzemeltetés Nagykörösön? 2018. november 17-én Nagykörösön került megrendezésre a Virágos Magyarország díjátadó gálája. Ezen a megmérettetésen azt tudni kell, hogy egész Magyarország minden települése elnevezhetett, több száz jelentkező volt, azért is gondolom, hogy ez egy nagyon nagy elismerés így a városunk részéről, mert a sok-sok jelentkező közül választottak ki minket. Így a Magyarországi Önkormányzati Főkertész Egyesület díját kapta meg Fonyód városa a 25 éves jubileum alkalmából, és ennek jeléül adományoztak egy gyertyán díszfát, amelyet a Kripta Villa kertjében helyeztünk el. A második díjat pedig a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kaptuk, a Sándortelepi Panoráma Strandon működő vízi élménypark működtetésére és a környezet szépítésére, illetve a Fonyód város közterületeinek a karbantartásáért és gondozásáért. Értem itt, hogy nagyon meg voltak elégedve a város virágosításával, nagyon sokszínű és szép volt, illetve azt el kell, hogy mondjam, hogy nem csak hogy a déli parton, hanem a Balaton teljes körzetében, így az északi partot is beleértve, Fonyódon van a legnagyobb vízi élménypark, és ezzel büszkélkedhetünk, illetve a rendezett környezettel, úgyhogy a Magyar Turisztikai Ügynökség díját ezáltal érdemeltük ki. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a városüzemeltetés minden dolgozójának, hisz ez a díj nem jött volna létre, hogyha a munkatársaim nem ilyen szorgalommal, odafigyeléssel végezték volna a munkájukat. Úgy gondolom, hogy amikor másfél-két évvel ezelőtt megalakítottunk 5 munkacsoportot a városgazdálkodás területén. Ez egy nagyon jó döntés volt, hiszen a közterületi munkacsoport létrejött a kertészeti munkacsoport, aztán a karbantartási munkacsoport, a logisztikai munkacsoport és a közfoglalkoztatotti munkacsoport. Mindegyik munkacsoportnak van egy vezetője, akikkel minden áldott munkaidő kezdés előtt megbeszéljük a dolgozókkal karöltve a napi feladatokat, és tulajdonképpen minden egyes munkafázishoz mindenki valamilyen szinten hozzájárul.
hisz nem csak a közterületen dolgozóknak az érdeme az, hogy ilyen szépen néz ki Fonyódváros területe, hanem ugyanúgy a karbantartóké, aztán a szállítmányozóké és a közfoglalkoztatotti programban dolgozó kollégáké is. Úgyhogy nagyon büszke voltam, hogy ezt a díjat személyesen vehettem át. Fonyód ilyen rangos elismerésben még nem részesült egyrészt, másrészt pedig az, hogy a 25 éves jubileum alkalmával ez egy kiemelten nagyon fontos elismerés volt, mert azt gondolom, hogy a sok száz résztvevő közül nagyon boldog lett volna bárki, aki a színpadra felmehetett volna egy ilyen elismerésért, és azt átvenni a városa elismeréséért. Mi alapján bírálták a virágos városokat? A bírálatot megelőzte, hogy minden pályázó önkormányzatot, illetve települést felkeresett egy 3-4 főből álló zsűri, és akkor ők megnézték Fonyódváros egész területét, tehát ez egy egész napos bejárás volt. Előtte nap, hogy érkeztek volna Fonyódra, bejelentették, hogy látogatást kívánnak tenni, és akkor egy egész napos program volt, hogy körbe kellett vezetnem Fonyódváros utcáin, közterületein a zsűri tagjait, és ők ítélkeztek a városunk felett, illetve pontokkal határozták meg, hogy milyennek értékelik a köztisztaságot, a virágosságot, aztán a rendelkezésre álló infrastruktúrákat, a zöldítést, a fásítási programot, tehát nagyon sok-sok kritériumnak kellett megfelelni, és hát nagyon örülök, hogy ők ezt ilyen magas szinten díjazták. Itt igazából el kell, hogy mondjam, nagyon tetszett nekik a fonyódi panoráma sétány, hisz tudjuk, hogy a déli parton szinte egyedülálló, és ilyen szép panorámával nem büszkélkedhet mindenki más, illetve nagyon tetszett nekik az újonnan átadott kriptavilla, annak a környezete, illetve szintén a kriptavillából való kilátás a szép látóból elég táruló panorámától teljesen le voltak nyűgözve. Azon kívül nagyon tetszett nekik a fonyódi központi strandunk, a Sándortelepi panorámastrand, hisz mondtam, hogy az élményparkot is díjazták, illetve bemutatásra került a kutyástrand. Tudjuk, hogy a kutyástrand is egyedülálló ilyen nagy területtel és ennyi kialakított infrastruktúrával szintén nem rendelkezik egyetlen önkormányzat sem a déli parton. Nagyon sokan kerestek meg engem, hogy segítsek nekik a kutyástrand létrehozásával kapcsolatos ügyintézésben, illetve a kutyaetiketnek a kialakításában, meg hogy milyen utakat kellett nekünk bejárni ehhez, hogy ezt végre tudjuk vinni. És nagyon örültem annak, hogy bárhova mentünk, sehol nem mondtak semmilyen kritikát, tehát a város egész területén rendezettség volt, szép, tiszta környezet, ami nagyon-nagyon megnyugtató volt számomra. Ezen is a város dekorálásán is egész évben nagy erőkkel dolgozik a városüzemeltetés, a városüzemeltetés munkatársai. Így télen is díszbe borul a város, úgy a virágágyások is, ugye a téli ágyásokkal, úgy a kivilágított utcák, frekventált központi helyek. Ilyenkor mekkora energiát vettek be, hogy ünnepekre ilyen szép legyen a város, mint amilyen most? Azt el kell, hogy mondjam, hogy minden évben egy kicsit szoktunk bővíteni a kivilágításokon. Most az idei évben a kollégium sarkán lévő fenyőfát sikerült teljes új fénypompával megújítanunk, és a meglévőket meg újból kihelyezni a város területére. Az idei évben a városüzemeltetés munkatársai látták el ezt a feladatot, hisz sikerült betöltenem ezt az álláshelyet, hogy villanyszerelőt, szakképzett villanyszerelőt sikerült felvennem, meg hát azt tudni kell, hogy a karbantartási csoporton gyakorlatilag olyan munkatársak dolgoznak, akik soha nem mondják azt, hogy nem, hanem mondhatni szinte mindenhez értenek, és nagyon büszke is vagyok rájuk, mert erejükön felül dolgoztak most az elmúlt időszakban, nagyon sok volt a feladatunk, az óvoda költöztetése nem kis feladat volt számunkra, hisz egyik helyről ki kellett költözni, a másik helyre be kellett költözni, és azért voltak feladatok, hogy az lakható legyen, ezeket a munkálatokat is nekünk kellett elvégezni,
és akkor hamarosan meg rá kellett állni a teljes kivilágításnak a felszerelésére, az új Betlehem felállításának az elkészítésében is ügyeskedniük kellett. 12 éve vásároltak egy Betlehemet, amit úgy gondoltunk, hogy az idei évben szeretnénk lecserélni, és a polgármester úr a régi Betlehemet az óvodásoknak ajándékozta, és így a munkatársaim ott fel fogják állítani még a hét folyamán az óvodások örömére, és mi pedig az új Betlehemet birtokba tudtuk adni a karácsonyi advent idejére, és nagyon örülök ennek, mert sikerült kijárnunk az útját. Megtudtuk, hogy lengyelországi a gyártóforgalmazó, és felvettük a kapcsolatot Krotoszinnal, a testvértelepülésünkkel, és a polgármester úr és a stábja ebben nekünk nagyon nagy segítséget adott, úgyhogy sikerült megvásárolnunk, és remélem, hogy mindenki örülni fog ennek a szép új Betlehemnek, és díszíteni fogja a város főterét. Az év hátra lévő rövid egy hónapjában milyen munkálatok várnak még rátok? Hát most túl vagyunk már a téliesítési első folyamatokon, értem itt a strandoknak, meg a középületeknek, illetve a nem használt középületeknek a víztelenítésén, a téliesítésén. Aztán most készülünk a síkosságmentesítésre és a hóeltakarításra, amennyiben szükséges lesz. Természetesen a munkatársaim az elkövetkezendő napokban már készítik a kalodákat és a síkosságmentesítő anyagokat, ki fogják szállítani a közterületekre. Köszönjük, hogy összefoglaltad az év második felét nekünk. Gratulálunk az elismerésekhez, és hogy öregbítettétek Fonyód város nevét is. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon köszönöm én is, hogy részt vehettem itt nálatok, és örülök annak, hogy a gondolataimat meg tudtam osztani Fonyód város lakosságával. Emlékszel talán a régi-régi dal, mit mesélt, s mi gyengéden szólt. Csak annyit kért, békesség legyen, hogy ne félj, itt szabadon élj. Hívd hát a dalt, hiszen ő mindig jót akart, és szólt, szólt, ha zavart a csend. És kér, ringasson el. A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik, így minden évben már novembertől elkezdődik a nagy várakozás, készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb ünnepére. Fonyódon már hagyomány, hogy együtt ünnepelünk, együtt gyújtjuk meg a város központjában az adventi koszorú gyertyáit. Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves gyerekek! Nagyon sok szeretettel és barátsággal köszöntök mindenkit így advent első vasárnapján. Biztos vagyok benne, hogy a jó akaratú, jó szándékú embereket megsegíti a Jóisten, és megsegítjük egymást. Örülök neki, hogy ma is ilyen szép számmal eljöttek, és ezt az új Betlehemet, amit a mai napon megnézhetnek, hiszen 12 év után megtehettük azt, hogy lecseréljük a 12 évvel ezelőtti Betlehemet, és lengyel barátaink segítségével egy új Betlehemmel lepjük meg a gyerekeket és önöket, akik ide eljöttek. Még sajnos a díszítés nem készült el, mert az utolsó pillanatban érkezett meg, és az utolsó pillanatban készült el a faház, így a jövő hét elején készül el a díszítése. De azt gondolom, hogy ezzel is egy olyan közösségi teret alakítottunk ki itt a dísztéren, ahova szívesen lejönnek a szülők a gyerekekkel, a barátok az ismerősökkel, és el tudnak beszélgetni egymással, hiszen a karácsony erről szól, hogy találjuk meg egymást, beszéljünk egymással, bocsássuk meg az évközben elkövetett
rossz dolgainkat, készüljünk rá a karácsony hangulatára, készüljünk rá arra, hogy az év végét úgy zárjuk, hogy mindenkivel békességben és jó indulatban, jó akarattal. Az adventi koszorún azért gyújtanak meg hétről hétre több gyertyát, hogy karácsonyra világosság legyen ott, ahol Jézust várják. Ez az időszak csendes, elmélkedéssel töltött hónap, melyben testi és lelki megtisztuláson is átmegy az ember. Fonyódon advent minden vasárnapján helyi és környékbeli kézműves alkotók várják portékáikkal, ajándékötletekkel a dísztérre látogatókat, valamint lélekmelegítő teával és forradborral, ünnepi hangulatot teremtő előadásokkal kedveskednek az ünnepi forgatag számára a szervezők. Csendes ég, szentséges ég.